Az olasz borokkal és a gasztronómiával is megismerkedhettek azok, akik ellátogattok a Meseföldrajz legutóbbi rendezvényére. Az eseményre ezúttal borász is ellátogatott, Six Veronica Olaszország legkülönlegesebb borait mutatta be az érdeklődőknek. Olaszország borkultúrája így akárcsak Magyarországén nagyon-nagyon, hogy mondjam, tág és változatos. Igazából nagyjából 50 millió hektoliter az az, amit éves szinten Olaszország termel, mintegy 700 ezer hektáron. Ez nagyjából összehasonlításképpen 15-ször akkora terület, mint Magyarországon a szőlőtermőterület. A jó hangulatú délutánon a résztvevők meseterapeuta segítségével tekinthettek be az olasz mesék birodalmába, amelyeknek témája jellemzően a szerelem, a hűség és a hűtlenség. Nagyon jó beszélgetések szoktak kialakulni, pontosan a mese kapcsán, mert a mesék azok rólunk szólnak, az életünkről, és gondolatokat indít el, amiket aztán megvitatunk, és ritka az, amikor emberek így egymással tudnak beszélgetni és véleményt cserélni. És szerintem ez az egyik nagy értéke ennek a történetnek. Csóka Judit elárulta, a következő foglalkozáson a norvég mesék birodalmába kalauzolják majd el az érdeklődőket.